Régen nem is tudták elképzelni a gyógyulást, csak úgy, hogy a természet erejéből kicsatoltak egy-egy információt. Lehetett az homeopátia, lehetett az a gyógynövény tudománya, amit felhasználtak, lehetett az a kövek elixírje, és ami a legcsodálatosabb, hogy közös munkánk eredménye az, hogy mindezeket egy megsokszorozott hatványra tudtuk emelni a találmányunkat. Sokkal direktebb módon jut el az információ a szervezetünkbe, és mivel a szervezetünk nagy részét víz alkotja, ezért a víz volt az a számunkra egyetlen olyan közeg, amire fölvihetők azok az információk, és leggyorsabban közvetítik a sejtjeink felé. A sejtek vízes bázisban tudnak legkönnyebben kommunikálni. Ezért, ha vízzel juttatjuk be a szervezetbe ezt az információt, a rávitt információt, amit tökéletesen tud tárolni, akkor pillanatok alatt a sejtek továbbítani tudják ezeket az információkat oda, ahol szükség van rájuk. Ugye a legrosszabb, ami történhet, az, hogy valaki nem találja el azt az információt, amire szüksége van, és akkor nem történik semmi. Tehát ez a legrosszabb, ami történhet. A legjobb pedig az, hogy nem is sejti, hogy egy-egy információ milyen sok szinten képes működni az emberi szervezetbe,